2020-ban járunk, éppen nyáron, amikor a Covid nagyjából felütötte a fejét, és egy ilyen teljes káosz volt a világban. Amikor egyszer csak kaptunk egy forgatókönyvet, egy csodálatos tündérmese, amiről ez a történet szól. Van nekünk egy fantasztikus szuperhősnőnk, az ő történetén keresztül rájöhetünk arra, hogy érdemes kitartani az álmaink mellett, és akkor igazából minden sikerülhet. Megkaptuk a hivatalos kvázi felkérést, interjú Lucian Arrighivel, aki a látványtervezője volt ennek a filmnek, aki egyébként egy Oscar-díjas látványtervező, úgyhogy lehetett sejteni, hogy tudja, hogy mit fog velünk majd megcsináltatni. A berendező tulajdonképpen a látványtervező álmait valósítja meg. Van egy látványvilág, ami színeket, formákat, az összképet adja, és a mi feladatunk az az, hogy ezt meg is valósítsuk. 1950-es évek végén járunk egyébként Londonban, ami egy nagyon szépen fotózható és egy nagyon szépen ízlésesen megcsinálható, gyakorlatilag vizuális világot jelent, ami nekünk egyébként is nagy kedvencünk, és volt is korábban hasonló tapasztalatunk, úgyhogy nagyon-nagyon felvértezve éreztük magunkat, hogy ezt nagyon meg kéne csípni, ezt a filmet. Nagyon szerencsések voltunk, azt gondolom, mert egyrészt volt egy rendezőnk, aki nagyon tudta, hogy mit szeretne. Volt egy borzasztóan tapasztalt és tényleg csodálatos ízlésre megáldott látványtervező, és aztán jöttünk mi, aki meg szintén azért már láttunk ehhez hasonló filmet, csináltunk ebben a korban játszódó filmet, tehát azt hiszem, hogy ez így összeadódott. De alapvetően ez egy nagyon-nagyon szép világ, ez a, ugye az Art Deco, a szecesszió, a neobarokk, szóval itt aztán lehetett játszani, és különösen, amikor Párizsban jártunk. Volt egy-két olyan tárgy, ami ugye ez a bizonyos főszereplő kellékek, ugye, amivel a színész eljátsza, ez ugye általában az ő kezébe kerülő tárgy, és van egy jelenet, amikor a kalauz 1957 London, és a buszon ugye kiadja a jegyet és kezeli. Na most ez a masina, hát ez nem valami, amit csak ugye az ember leakaszt egy raktárból, úgyhogy itt egy elég nagy kanosszát jártuk vele, de nagyjából a forgatást megelőző néhány órában egyébként Londonból megérkezett az eszköz, úgyhogy ezen azért izgultunk. Valójában, ami inkább a nehéz, nem azt mondom, hogy nehézséget okozta, de ami a nagy feladat volt, az, hogy gyakorlatilag megteremteni 1957 Párizs Dior szalonját. Ott nem nagyon lehetett hibázni, szóval ott tényleg rengeteg mindent gyártottunk egyébként. A legapróbb részletekig a lépcső vörös szőnyegét leszorító rúd és annak a végén található kis díszvéget, ezt például kifejezetten csináltattuk. Én azt gondolom, hogy ennek a sikere többek között abban is rejlik, hogy egy olyan elképesztően felkészült és professzionális magyar filmes stáb állt e mögött, ahol tényleg mindenki pontosan tudta, hogy mi a dolga, hol kezdődik az övé, hol kezdődik a másiké, hol fejeződik be. Olyan elképesztő összhangban és szimbiózisban működött legalábbis ez a stáb, és én azt gondolom, hogy Magyarországon világszínvonalú szakemberek dolgoznak. Mrs. Harris Párizsba megy. Ki a Manus? Ő maga a mester, Monsieur Dior. Olyan, mint a teljes ember. A ruha csak a kezdet.